két hely volt, ahova jártam rendszeresen. Az egyik az a mellettünk lévő étterem volt, a másik pedig a piros lámpás ház. Igazából ott meg volt minden, mert ott volt a nő is, meg a drog is. Amikor a legjobban megijedtem, az egy piros lámpásba töltött éjszaka után volt. Otthon már elfogyott mindenünk, anyagot kellett szereznünk. Elmentünk a csajokhoz, magyarok voltak amúgy, és addigra már annyira paranoid voltam a többnapos ébrenléttől, meg a fáradtságtól, hogy amikor elmentem vele anyagot venni, akkor mondott egy olyan mondatot, hogy ám ide sokszor jönnek ám a rendőrök, úgyhogy lehet, hogy vigyázni kell egy kicsit. Hát én meg teljesen befordultam, Branau közepén állok, októberben egy szál pulcsiba, meg egy trikóba, és beparáztam szó szerint. És menekültem, mondtam neki, hogy menjél, csak fel, téged kapjanak el, én meg futottam, amerre láttam. És elvesztem Branauba, úgyhogy pénztárca nem volt nálam, telefon nem volt nálam. Több órán keresztül sétáltam, és amikor már annyira fáztam, és annyira nem láttam lehetőségét a kiútnak, akkor egy játszótéren egy ilyen hintába beültem, vagy hát befeküdtem, és elhatároztam, hogy na, akkor itt van az idő, hogy meghalljak. A fájdalmamba, vagy a kétségbeesésembe Istenhez szóltam, vagy elkezdtem imádkozni. És egy nagyon érdekes kép jelent meg előttem, ami egy mandala volt. De hogy én azt így sokáig néztem magam előtt, és ezt csak fogtam magam, és akkor így a szemem előtt azzal a képpel így nekiálltam sétálni. És visszataláltam arra a helyre, ahonnan elindultam. Úgyhogy megmenekültem. Én amúgy ott a hintába fekve elhatároztam, hogy soha többet anyaghoz nem nyúlok. Én még egyszer ekkora férek nem leszek, mint eddig. Elhatároztam már magam azt is, hogyha valaki azt mondja, hogy gyere, szívjunk egyet, vagy hogy itt egy csík, szív fel, valami, akkor hogy el fogom majd én küldeni őt. Ahhoz képest, amint felértem a lakásba, abba pillanatban ugyanúgy anyagoztam, viszont az elhatározás az megvolt bennem arra, hogy változtatni kell, csak még nem volt erőm változtatni. És utána kezdődött a valós lezülés, amikor kirúgtak a munkahelyről, és hazakényszerültem Magyarországra.